kis tölgyes liget közepén van Makkos Mária temploma. Normafától nem több mint 2 kilométerre elindulsz Mária celfele a Lila Mária úton. Minden ilyen kis kegyhelynek van egy pici legendája. Itt az a legenda, hogy egy legény, ez az 1700-as évek közepén van, megbetegszik, a kereszten, mintha megelevenedne Krisztus képe, ezt látja, sőt, azt érzi, hogy kellene vennie egy Mária képet, amit aztán kiszegez ide egyik fára, egy képes fa lesz, és a képes fahoz meg elkezdenek jönni az emberek. És kialakul egy búcsúhely. Volt, amikor 10 000 ember jött ide. Angyalos boldogasszony, kápolna a neve, de a nagy nevezetessége az a fogoly kiváltás, mert a török idején a megalakított trinitárius rend vette kezébe ezt a templomot is, és ma is ez a fogoly kiváltás, ez nagyon-nagyon aktuális, mert sok mindenben foglyok vagyunk. Foglyok lehetünk, ha függők vagyunk valamitől. Nem csak a szenvedélybetegségekre gondolok, hanem bármitől lehetünk függők. Egy kapcsolatban lehetünk függők. Lehetünk függők a munkánktól, lehetünk függők attól, hogy mi éppen a mániánk. És nekünk a teljesség az Isten ad nekünk és hív bennünket a teljességre. Normafától Makkos Mária a fogoly kiváltás helye, alig 2 kilométer. Gyertek el, mindannyiunknak vannak megkövesedett rögzültségei, amitől meg kell szabadulnunk.